Közel 3 milliárd forint az idei költségvetése Bonyhádnak. Ebből az összegből támogatják a különböző helyi sport és civil szervezeteket. A sportegyesületek között 30 millió forintot, a civilek között pedig 3 millió forintot oszt szét az önkormányzat. A városvezetés célja, hogy a forrása hozzájáruljon az eredményes munkájukhoz. A pályázatokat április végéig lehetett benyújtani. A közelmúltban megszületett a döntés a források szétosztásáról. Határidőre 14 sportegyesület adta be a pályázatot, mindegyik megfelelt a feltételeknek, a civil szervezeteknél 25 pályázó volt. A sportegyesületeknél 30 milliós forint keret állt rendelkezésre, a civil szervezeteknél 3 millió, ezt a 2021-es költségvetési rendeletünk tartalmazta. Ezt követően a rendkívüli jogrendre hagyatkozva, polgármester megtette volna, hogy egy személybe dönt, de úgy, mint ez idáig minden kérdésben, ebben a kérdésben is kikérte a képviselőtestületnek a véleményét több formában. Üléseztek a bizottsági elnökök és az alpolgármesterek a civil szervezetekkel kapcsolatban, és a sportegyesületek támogatásával elsősorban a Humán Bizottságra hagyatkozott, de minden képviselőtársa megtette a javaslatát és az észrevételét. 14 sportegyesület adta be a pályázatát, mindegyik érvényes volt, így a sportszervezetek számíthatnak a város támogatására. A legnagyobb összeg, amit odaítéltek, 8 millió forint volt, a legkisebb pedig 50 ezer forint. Milliós nagyságrendű támogatásban részesült többek között az MB3-ban szereplő Majosi Sportegyesület, Kosárlabda Egyesület, vagy éppen a Bonyhád Völgység Futballklub. De az atlétikai klub, valamint a Bonyhádi röplabdai szabadidőklub is jelentős támogatást kap a várostól a működéséhez. A városvezetés döntött a civil szervezetek forrásáról is. A Lovas Huszár Bandériumon kívül minden egyesület pályázatát elfogadta a városvezetés és a Humán Bizottság. A civil szervezeteknél, a 25 pályázónál 24 pályázót támogatunk, egyetlen egy olyan pályázó van, aki az elmúlt években támogatásban részesült, de az idén nem tud részt venni a programokon. Ő mindig ez a Lovas Huszár Bandériumról van szó, ők mindig a nagy nemzeti ünnepekkor vettek részt, sajnos ezek az ünnepek az idén elmaradtak, és ebből kifolyólag most nem részesülnek támogatásban. A legkisebb támogatás 30 ezer forint, a legnagyobb 500 ezer forint volt. A jelentős összegű támogatásokat javarészt a nemzetiségi csoportoknak ítélték oda. Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, a Felvidékiek Egyesülete, illetve a Német Kulturális Egyesület, emellett a két nagy tánccsoportunk kapott jelentősebb támogatást, a Völgység Néptánc Egyesület, illetve a Német Tánccsoport. A művelődési központban tevékenykedő 20 civil szervezet is pályázott a támogatásra. Ők egy cím alatt a művelési központ által beadott pályázatban pályáztak, és egymás között osztják majd szét attól függ, hogy kinek milyen programja van, hogy milyen támogatásban kell, hogy részesüljenek. Így összesen 45 civil szervezet pályázott erre a forrásra Bonyhádon.